Kedves heti napló nézők, együtt vagyunk ugye minden héten vasárnap esténként, nagyon sokat kapunk önöktől, és ezt érezzük folyamatosan, ez egy kölcsönös szeretet. Bocsános, de most engedjék meg nekem, hogy egy kicsit túlzott szentimentalizmust engedjék meg magamnak, ez egy ilyen adás. Nos, az elmúlt hetekben nem volt olyan nap, de szerintem nem volt olyan óra sem, hogy rengeteg üzenetet ne kaptam volna ezeken az elérhetőségeimen, amit most éppen itt látunk, amit most felvillantunk itt. A 105 éves Laci bácsi és a tőle elválasztott szerelme Margit néni története kezdődik el nálunk, és előre mondom, hogy ez az első rész. Már a jövő héten folytatódik a történet, és ígérem, hogy Laci bácsinak igyekszünk jogi és egyéb segítséget adni. Te vezessed népeinket, te vagy áldó jó atyám. Margit néni, ha történt vele valami, én addig élek. Nincs tovább. Ezt tudom mondani. Nincs értelme az életemnek. Margit néni nélkül. A Margit nénire még most is vágyakozva tudok gondolni. Igen. Valami csodálatos erő volt ez a mi találkozásunk, és végig kísérte az egész életünket. Mi minden reggel ébredtünk, és megöleltük egymást, és Volt már a későbbi időben, amikor elsírtuk magunkat, és azt mondtuk, hogy borzasztó lesz az az idő, amikor valamelyik közök el fog menni is. Nem vagyok különleges. Egy hétköznapi ember hétköznapi gondolatokkal. Egyszerű életet éltem. Nem állítottak nekem szobrot, a nevem hamarosan a feledés homályába vész, de egy tekintetben sokkal szerencsésebbnek mondhatom magam, mint bárki más. Egész szívemmel és lelkemmel szeretek valakit, és ez nekem bőven elég. Ez az idézet jutott eszembe az egyik leggyönyörűbb romantikus filmből, a Szerelmünk lapjaiból, amikor először megláttam Laci bácsi történetét a TikTokon. Margitkámat úgy szerettem valahogy, éreztem, hogy tragédia fog történni. Lázár Zsolt esperes osztotta meg azt a videót, amelyben Laci bácsi arról számol be, hogy elszakították őt Margitkától a szerelmétől. Laci bácsi és Margit néni júliusban határozták el, hogy bevonulnak egy idősek otthonába, mert már nem tudják magukat megfelelően ellátni. Margit egészségi állapota nagyon leromlott, 0-24-es ápolást igényelt. Mi is fontosnak éreztük, hogy folyamatos felügyelet alatt legyen feleségével, Margitka nénivel együtt, hiszen azt láttuk, hogy egyre romlik mindkettejüknek az állapota. Ezt jeleztük a családnak is, mind a két család nagyrészt egyet értett ezzel, több gyermekével, Margit néni több gyermekével is egyeztettünk. Margit néni gyermekei viszont úgy döntöttek, mégsem engedik Margitkát otthonba. A beköltözés előtt egy nappal a lánya elvitte Margitkát sétálni. Laci bácsi úgy tudta, maximum egy óra és jönnek vissza. Azóta nem látta a feleségét, ennek már majdnem egy hónapja. Az utolsó emléksz, sosem felejtem, az utolsó mondat az volt, mikor még előző való nap, hogy jaj, Lacikám, az a nap borzasztó lesz, de én azért imádkozom, hogy együtt menjünk el ebből a világból. Nem tudom könnyedés nélkül meg. A videóhoz rengeteg komment érkezett, és nagyon sokan jelölték be rajta Andrást. Kérték, hogy segítsen a heti napló Laci bácsin. Szép jön napot! Bejöhetek? Már amikor a videókat néztem Laci bácsiról, akkor is meglepődtem, hogy 105 éves, de így élőben még inkább. Laci bácsi azt mondja, a szerelem beteljesedése tartja fitten és fiatalon. Legnagyobb baja az, hogy ha sokat sétál, akkor fáj a lába és a csípője. Hát azt hiszem, én kibékülnék ennyi problémával 105 évesen. 1919-ben született, pont az első világháború után. Ez az én drága Margitkám. De szép nő. Édesanyám,
édesapám. Laci bácsi azt mondja, nem volt egy szolid gyerek. A nagykörösi Arany János gimnáziumból ki is csapták, apja azt mondogatta neki mindig, hogy fiam, inas lesz belőled. Aztán a szarvasi evangélikus szeretetszolgálat magához vette, leérettségizett, majd mérnök lett. Szarvashoz ismerkedtem meg, 16 éves tanítónő, képzős, aranyos, gyönyörű, szép kislányjal, a Margitkával, a Dankó Margitkával. Én meg akkor voltam 20 éves, és közben kitört a világháború, 39-40-41, és én elkerültem, mérnök lettem, a Margitka pedig tanítónő, és nem láttuk 60 évig egymást. Aztán Laci bácsi eljött Szarvasra egy érettségi találkozóra, és örökre itt ragadt. Akkor már 10 éve özvegy volt. Megkérdezte a régi diáktársakat, hogy nem tudnak-e valamit Dankó Margitról. Elmesélték az akkor már nyugdíjas Laci bácsinak, hogy Margit férjhez ment, családot alapított, de a férje elhunyt. Mink a Margit nénivel, mint gyerekek, diákok találkoztunk a Körösparton. Szerelembe estünk egymás iránt. Margit néni úgy jellemezte a mi találkozásunkat, hogy azt mondja, mert egy kis csoporttal, ilyen délutáni kis műsorba találkoztunk először, hogy mikor meglátott, akkor beledobbant a szíve. És ez a dobbanás 60 év után megismétlődött, amikor találkoztunk egymással. Nem kérdeztünk mi semmit. Ez egy csodálatos dolog volt. Most is azt mondom, nem kérdeztünk semmit, nem kérdeztük, hogy akarsz, nem akarsz, elfogadsz, nem fogadsz. Még egyenesen mentünk a templomba, és megesküdtünk. Éreztük, hogy még összetartozunk. Ennek már lassan 30 éve. Laci bácsinak egyébként két felesége volt Margit néni előtt, Marika és Gizike. Mindketten elhunytak. Két lánya született, egyikük Budapesten, a másik Franciaországban él. 30 év alatt a Margit nénit a családja egy ebédre nem hívta meg. Hirtelen, 30 év után most, amikor ilyen körülmények közé kerültünk, most hirtelen valami történt bennük, és most ellopják, és úgy állítják be, hogy én elválok tőle. Hát megáll az embernek az esze. Én anyagilag is segítettem ezt a társaságot. Olyan bajokból kihúztam őket, ami problémás volt számukra. Nem tudták kifizetni, küldjél 100 000 forintot, küldjél 100 000, abban az időben nagy pénz volt. Nem azt mondom, hogy mindig nagyon egyetértettünk, nem, nekünk is voltak vitáink egymással, de azok sohasem a gyűlölet, vagy a megbántásra mentek, hanem mint minden embernek, hát voltak vitáink. Laci bácsi számtalanszor próbálta elérni telefonon Margit néni családját, sikertelenül. Még a közös szarvasi otthonuk zárját is lecserélték. A pletykák szerint orvosi kezelésre vitték az idősasszonyt a fővárosba. Laci bácsi attól fél, ha egyszer újra találkozhat a feleségével, akkor Margit már meg se ismeri majd. A nagymamám ugyanabban az idősök otthonában van, ahol Laci bácsi is, igen. A fiatalok beengedtek minket, így meg tudjuk nézni Laci bácsi lakását. Összefutok az egyik szomszéddal, Ági nénivel. 1985 óta él itt, jól ismeri az idős házaspárt. Barátságos, kedves, közvetlen emberek voltak, semmi gond. Ők vártuk minden reggel, hogy megjelennek, és itt sétálnak. Hát az ugye minden reggel Margitka meg, amikor segítsége volt, akkor mindig hát segítséggel sétált végig a folyosón, akkor oda mentünk hozzá, beszélgettünk, érdeklődő volt mindig, mi történik, mi van köröttünk.
Nagyon szeretjük őket most is. Uh-huh. Gondolom hallották, hogy mi történt. Igen, azt a... Hát nem is tudom minek nevelni szörnyűséget, amit velük elkövettek. Ez nagyon rosszul esik nekünk. Minket is megvisel. Pap László, papné Dankó Margit. Ez volt az ő lakásuk. Az ablak bukóra van nyitva, megpróbálok becsengetni is, de semmi válasz, üres a lakás. Te vezessed népeinket, te vagy áldó jó atyám, tere áldva minden nép, te vagy úr és békesség. Laci bácsi, a Margit néninek tudna üzenni valamit a kamerába? Nézze, a Margit néni nem látja ezt a kamerát. De most tekintsünk úgy, mintha esetleg látná. Ha esetleg eljutna hozzá ez az üzenet, akkor mondjon neki valamit. Csak a Margit néninek, ide bele neki. A kamerába. Drága Margitkám, hát el tudott-e azt képzelni, hogy én elhagytalak volna téged ennyi időre? Margitkám, drága, nem bántok senkit. Én csak csodálkozom rajta, és mint keresztényi gondolkodású ember, sajnálom őket, mert olyan bűnt követtek el, amit nem lehet jóvá tenni. Margitkám, várlak vissza, látni akarlak, drága Margitkám. Ez a virág ugyan már jócskán elhervadt, de a boldog születésnapot felirat még mindig rajta áll. Ezt a virágot Laci bácsitól kapta Margit néni a 101. születésnapjára áprilisban. 105 éves Laci bácsi mennyi mindent megélt már a 105 év alatt, és ő csak annyit szeretett volna, hogy élete utolsó éveit nyugalomban és békességben tölthesse élete szerelmével. Én nagyon remélem, hogy jövő áprilisban ismét kaphat majd virágot Margit néni Laci bácsitól. A heti naplóban Török Réka riportját látták. Tehát ígérem, becsület szóra ígérem, hogy folytatjuk Laci bácsi történetét. Nagyon szeretnénk segíteni, és fogunk is, megígérem még egyszer.